A Visegrádi Sörfesztivál keretei között került megrendezésre a város elkészült árvízvédelmi projektjének záró rendezvénye. Az eseményen részt vett és a jelenlévőket köszöntötte Vitályos Eszter miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője is. Bevallom, büszkén állok itt most önök előtt, és hálás szívvel teszek eleget a megtisztelő feladatnak, hogy elmondhatom, az árvízvédelmi beruházás elkészült, a projekt lezárult, Visegrád biztonságban van. E szavakkal nyitotta meg a projekt záró rendezvényét Visegrád polgármestere. Őri Dénes szerint a település életében a Duna mindig nagy szerepet játszott, az előnyei mellett azonban a helyiek a veszélyekkel is tisztában vannak. Bizonyára mindannyian emlékszünk a 2002-es, 2006-os, 2013-as nagy árvizekre. Az aggodalommal teli napokra, a rengeteg homokzsákra, a szünet nélküli munkára és a közösség erejére, összefogásra. A Dunamenti Árvízvédelmi Beruházások Visegrádon elnevezésű projekt keretében két ütemben zajlott le a város gátrendszerének kiépítése. A projekt első ütemében a városközponti szakaszon a mobilfalas árvízvédelmi szakasz, a projekt második ütemében pedig a legsűrűbben lakott városrészt védő földmű és az Apátkuti patak torkolati részén található zsilipes műtárgy, valamint a mobilfal elemeinek tárolására szolgáló épület készült el, Magyarország kormánya és az Európai Unió támogatásával. Polgármester köszönetét fejezte ki az építők, a vízügyi és katasztrófavédelmi és a beruházásban résztvevő egyéb szakemberek felé. A térség országgyűlési képviselője az előrelátás és a felkészültség fontosságát hangsúlyozta. A hazánkat is sújtó nehézségek és a 2013-as nagy árvíz minket, magyarokat csak erősebbé tett. A kihívásokat pedig együttesen tudjuk legyőzni. Vitályos Eszter elmondta, hogy a körzetben további fejlesztések is várhatók. Itt helyben, a Pilis-Dunakanyarban olyan 5 pontos akciótervet hirdettünk, amelynek alapján vállalkozói fórumot hívunk életre, előkészítjük a térség UNESCO világörökséghez való csatlakozásának dokumentumait, együttműködést kezdeményezünk térségünk szálláshelyeinek minősítéséről, információs központot hozunk létre a bajba jutottak megsegítésére, és minisztériumi szinten tárgyalunk a településvezetőkkel a további fejlesztések és a tél megélésének lehetőségeiről. A politikus szerint a 2013-as nagy árvízben megismert szentendrei mobil árvízvédelmi fal hatékony, amit a visegrádi projekt is bizonyít. Mindannyiunkat átölel a Pilis-Dunakanyar, közösen gondolkodunk, közösek a céljaink, és itt Visegrádon többé nem vághat el egymástól mennünket már az árvíz sem. A most lezárult pályázat immár hatékony és biztonságos árvízi védekezést tesz lehetővé, mondta el a 10 éves projektmenedzsere. Sikeres projektet zárunk a mai napon, melynek eredményeként jelentősen nőtt Visegrád lakosainak az árvízvédelmi biztonsága, köszönhetően a Dunaparton megépült elsőrendű árvízvédelmi vonalnak. Az előkészítés után 2014-ben köthetett szerződést az önkormányzat a kivitelezést végző Zöld út építő Kft. És a Magyar Vízépítő Zrt.-ből álló konzorciummal. A projekt több szakaszban valósult meg, amely a 2013-as nagy árvíz után egy kissé módosult is. A harmadik szakasza a védműnek, az Apátkúti patak torkolati részénél a 11-es út Duna felőli oldalán található elzáró zsilipes műtárgy, aminek a feladata mind a Duna oldaláról érkező árvizek elleni védelem, mind pedig egy dunai árvizekkel esetlegesen egy időben felmerülő hirtelen zápor hatására a patakon kialakuló villámárvíz kezelése. A megyei katasztrófavédelem igazgatója az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. Egy megfelelő és egy jó védekezéshez egyértelműen összefogás szükséges. A veszély elhárítása, a katasztrófák elleni védekezés alapvetően össztársadalmi feladat. Hál' Isten, bár jelentős veszélyt jelentek az árvizek, így Visegrád lakosságára is, hiszen közel 49 hektáron, és ugye Pest megyében 26 településen, közel 500 000 ember él olyan területen, ahol az árvízi veszélynek közvetlen ki van téve.
A projekt Magyarország kormánya és az Európai Unió összesen mintegy 2,7 milliárd forintos támogatásából valósult meg.